köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Paks 2 beruházás, Süli János tartott előadást a térség polgármestereinek Tengelicen. Korszerűsítés Bonyhádon, 175 új nyílászárót kapott a Szent Erzsébet szociális otthon. Megújult a Szőlőhegyi városrész, játszóteret és kerékpáros pihenőt épített az önkormányzat Szekszárdon. Németkéri tolvaj, több házhoz is bement, egy alkalommal sem távozott üres kézzel a férfi. Fórumot szervezett Tengelicen Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. A rendezvényre meghívást kapott Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki a Paks 2 beruházásról tartott előadást a térség polgármestereinek. Elmondta, a nemzetközi korlátozó intézkedések jelenleg nem érintik a munkálatokat, nincs tiltás a bővítést illetően. Tengelicen szervezett fórumot Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. A rendezvényre körzetének polgármestereit és az önkormányzati képviselőket hívta meg. A téma Paks 2 volt. Horváth István elmondta, hogy a megye az ország számára egyaránt fontos a megépülése, hiszen ezáltal biztosítható a zavartalan energiaellátás, továbbá a mezőgazdaság, az ipar működése és a rezsicsökkentés is. Hozzátette, a jelenlegi háborús helyzet indokoltan vett fel az emberekben kérdéseket, amelyek tisztázásához nyújt segítséget a találkozó. Mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy a paksi fejlesztések megfelelő mederbe menjenek, és hát remélem, hogy a fórum után már még több információval rendelkezünk, és tudjuk a településünk lakóit is arról tájékoztatni, hogy hogyan állnak a dolgok. Mi mindegyik településen azon dolgozunk, hogy ez a fejlesztés ez megvalósuljon, és minél sikeresebb legyen. A Paks 2 beruházás helyzetéről Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője számolt be. Ő elmondta, a nemzetközi korlátozó intézkedések jelenleg nem érintik a beruházást, nincs tiltás a bővítést illetően. Vannak már ugye nyertes vállalkozók az orosz fél alatt, amerikaiak, franciák, németek. Ott is külön oda kell figyelnünk, hogy egyedi országos szankciók mit jelenthetnek. Ma mindenkivel, ma is egyeztettünk, mindenkinek kinyilvánították, mind az amerikai partner, mind a francia német, hogy változatlanul. Fontosnak tartja, hogy az orosz féllel együtt ezt a beruházást megépítsük. A reaktorépület esetében még néhány engedélyre szükség van, tette hozzá Süli János. Amint ezek megérkeznek, április végén, május elején kezdetét veheti a 2-es fázis, amely már lehetővé teszi a főépület megépítését. Ehhez azonban az kell, hogy a háború ne terjedjen tovább, és a munkálatokat ne korlátozzák a nemzetközi szankciók. A február 26-ai határidőig a Róma kivételével mind a 12 nemzetiség országos listát állított. Ezeket a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba is vette. Ez azt jelenti, hogy a roma nemzetiség kivételével valamennyi nációnak lesz szavazati joggal nem rendelkező szószólója az új országgyűlésben, ha legalább egy érvényes voks érkezik a listájukra április 3-án. A nemzetségek listájára csak azok szavazhatnak, akik március 18-án 16 óráig kérik a névjegyzékbevételüket. Egyelőre csak nem 75 ezeren jelezték, hogy nem párt, hanem nemzetiségi listára akarnak voksolni. Az NVI csütörtöki adatai szerint a legtöbben 32.900-an a német nemzetiség tagjai közül kérték regisztrációjukat, a horvátok közül valamivel több mint 2.300-an, a szlovákok közül csak nem 1.700-an regisztráltak. A többi népcsoportnak egyelőre 1.200-nál kevesebb regisztráltja van. Megújult a Bonyhádi Árpádházi Szent Erzsébet szociális otthonának C épülete. Közel 61 millió forintból 175 ablakot cseréltek ki új, modern műanyag nyílászárókra. Az energetikai korszerűsítésnek ez volt a következő lépcsőfoka, a gázkazánt már korábban kicserélték. A jövőben a többi épület részen is szeretnének felújítást végezni. Megújult Bonyhádon az Árpádházi Szent Erzsébet szociális otthon C épülete, a legutóbbi beruházásnak köszönhetően. Az intézményt 1951-ben alakították ki a város határában lévő malomépületből.
2005-ben már volt egy nagyobb felújítás és bővítés, amely jelentős változást eredményezett az ellátottak élet és a dolgozók munkakörülményei szempontjából. Ezúttal a nyílászárók cseréjére is sor került. A tavaly elkezdődött felújítás volt azóta a legjelentősebb, összesen 61 millió forintból 175 nyílászárónak a cseréjét valósították meg itt a C épületben. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ezzel az EMMI egy felújítás sorozatot kezdett el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt is hozzátette, ahhoz, hogy az intézmény komfortosabb és fenntarthatóbb legyen, szükségszerű az energetikai korszerűsítés. Szigetelni kell az épületeket, energiahatékonyságra kell törekedni. Egyébként a kazánnak a cseréje megtörtént már a tavalyi évben, úgyhogy reméljük azt, hogy nem csak a C épület, hanem többi épület is felújul. A beruházáshoz szükséges 61 millió forintot az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította a pénzügyminisztérium jóváhagyásával hazai költségvetési forrás terhére. A tanárok követelései jogosak, azokkal a kormány is azonosulni tud, és a szektorban dolgozók 87%-a is úgy gondolta, nem a sztrájknak van itt az ideje, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a nap folyamán indult határozatlan idejű pedagógus sztrájkkal kapcsolatban. Gulyás Gergely köszönetet mondott a tanároknak, mivel a felhívások ellenére a sztrájkban, az állami fenntartású iskolákban kevesebb mint 15 ezer pedagógus vett részt. Közölte, ez a szám lényegesen elmarad a januári, később jogellenesnek nyilvánított munkabeszüntetésben résztvevő pedagógusok számától. Hozzátette, ha az óvodapedagógusokat és a szakképzésben oktatókat is beleszámolják, akkor a pedagógusok kevesebb mint 10%-a vett részt a sztrájkban. Gulyás Gergely jogosnak nevezte a pedagógusok követeléseit, szerinte azok teljesítése a következő kormányzati ciklus egyik legfontosabb feladata. Ennek értelmében tárgyalunk most is a következő 7 éves költségvetésről Brüsszelben. 3x10%-os béremelést megígértünk, legalább ez meg fog valósulni, de több 100 milliárd forintot igényeltünk tanárbéremelésre Brüsszelből is. Reméljük és úgy is állunk, hogy a megállapodás mielőbb létrejöhet, és hogyha ez megvalósul, akkor nekünk az Európai Unióból járó forrásokból és nemzeti forrásokból is a pedagógus béremelések a következő ciklusban megtörténhetnek. 1503 új koronavírusos megbetegedést igazoltak szerdán idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.820.767 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 44.895-re emelkedett. 2.287 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltottak száma is folyamatosan emelkedik. Tolna megyében 46 új fertőzöttet regisztráltak a hét harmadik napján. Ezzel a járvány kezdete óta 38.676-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Új játszóteret kapott a Szőlőhegyi városrész Szekszárdon. Az önkormányzat még 2019-ben ígérte meg az ott lakóknak a játszópark kialakítását, ami mostanra valósult meg. Kicsiknek és nagyoknak kialakított hinta, csúszda, mászóka várja a gyerekeket, de nem csak a gyerekek kaptak új helyet a kikapcsolódásra. A bicikli út végén új kerékpáros pihenő is várja a megfáradt bringásokat, ivókúttal és paddal. Új játszótér várja a gyerekeket Szekszárdon a Fagyöngy és a Lugas utca sarkán. A park terve már 2019-ben elkészült, de megépítésére egészen mostanáig várnia kellett a lakosoknak. Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy örül annak, hogy eleget tudtak tenni az ígéretüknek, és játékokkal gazdagították az üresen álló területet. Vannak kisgyerekeknek hinta, nagyobb gyerekeknek hinta, mászóka, csúszka, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez megvalósult, és ez a terület eddig egy... részben gondozott, évi kétszeri kaszálással rendelkező terület volt, ami reméljük, hogy gyakoribb lesz a játszótér miatt, úgyhogy bízunk benne, hogy a területnek egy szép
parkja lesz. Nem csak játszóteret kapott a szőlőhelyi rész, hanem a bicikli út végén egy új kerékpáros pihenőt is kialakítottak. Paddal, ivókúttal és kerékpártárolóval tették komfortosabbá a megpihenni vágyó bringásoknak a területet. A két projekt teljes költsége 14,6 millió forint volt, ebből 9,7 millió forintot pályázati támogatás fedezett, a maradék 4,8 millió forint önkormányzati önerő volt. Figyelembe vettük azt, hogy minden korosztály, minden korcsoportnak meglegyen a lehetősége, megfelelő játszó elemek legyenek. Hát bízunk benne, hogy a pályázat során kiválasztott játszó elemek majd fogják szolgálni itt a környékbeli és a városból ideérkező gyerekeknek a szórakozási lehetőségeit. A játszótér körüli rész még tereprendezést igényel, az elkövetkezendő hetekben füvesíteni fogják a játékokat körülvevő területet. Adománygyűjtést szerveznek az ukrajnai menekülteknek Bátaszéken. Az akcióban számos segítője van a településvezetésnek, többek között a helyi művelődési ház, ahol a felajánlásokat gyűjtik, illetve a bátaszéki gondozási központ is csatlakozott a megmozduláshoz. A tervek szerint, amint összegyűlik elegendő felajánlás, akkor egy kis busszal fogják elszállítani az adományokat Záhonyba. Mindenféle segítséget elfogadunk város szinten, ami bontatlan egészségügyi felszerelés, tehát akár női egészségügyi felszerelés, pelenka, bébi étel, vagy akármi olyan, aminek nagy hasznát veszük. Fontos, hogy ruhaneműt viszont nem gyűjtünk. Tehát se a gondozási központ, se a művelődési ház ruhaneműt nem vesz át, tehát arra nincsen szükség, csak ilyen egészségügyi tisztálkodási szerekre. Újabb lakossági állampapírok kamatai emelkednek, jelentette be csütörtöki Facebook bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter. Az egyéves magyar állampapír és a kincstári takarékjegy kamata 3%-ról 4,25%-ra emelkedett, míg a két éves futamidejű kincstári takarékjegy 3,5% helyett 4,5% kamatot fizet majd. A miniszter hozzátette, az állampapírral az egész ország jól jár, kamatadómentes, könnyen elérhető és jól jövedelmező befektetés a családoknak, biztonságos és kiszámítható finanszírozás az államnak. A bejegyzés szerint a családoknál lévő állampapírok állománya meghaladta a 10 000 milliárd forintot. Tyúkot, motort és kerti díszeket is lopott egy németkéri férfi, aki több házhoz is betört a településen. A tolvaj ezzel több százezer forintos kárt okozott. Az 51 éves besurranót a rendőrök őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. Több százezer forintnyi ingóságot lopott egy németkéri férfi. Az eset még tavaly decemberben történt, amikor a településen egy ismeretlen tettes bemászott egy lakatlan ház udvarára. A bejárati ajtót befeszítette, majd kisgépekkel és gázpalackokkal távozott. Aztán 2021. december végén egy helyi asszony tett feljelentést, elmondása szerint karácsonykor és azt követően is egy ismeretlen személy bemászott az udvarára, és a baromfi ólból 7 darab tyúkot tulajdonított el. A nyomozás során a gyanú egy helyi férfira terelődött, akit elfogtak és kihallgattak, mely során beismerte tettét. Később azonban más bűncselekmények is történtek a településen. Többek között februárban egy ház udvarából egy kerti pad tűnt el, majd máshonnan egy műanyag sasnak kelt lába, ami pár nap múlva rejtélyes módon visszakerült a tulajdonosához. 2022. március 5-én tett bejelentést egy férfi, elmondása szerint az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek a bekerítetlen udvarán lévő nyitott tárolóból elvittek két Simpson segédmotorkerékpárt, ezzel körülbelül 500 000 kárt okozva részére. A lopások elkövetésével kapcsolatban a korábbi gyanúsított került a képbe. Őt a rendőrök előállították és előterjesztést tettek a letartóztatására. Regionális híreink következnek. Nem lesznek fölösleges körök, okos parkolás csökkenti a belváros forgalmát Pécsen. Közösségteremtő reformkor, Petőfi klub alakul a Baranyai Siklóson. Várják az adó 1+1%-át, május 20-áig lehet felajánlásokat tenni. Kezdődik az okos parkolási rendszer kiépítése Pécsen, írt a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a Városháza.
A belvárosi parkolóhelyeken olyan érzékelőket helyeznek ki, amik jelzik, hogy az adott területen hány autó parkol, és hány szabad hely van még, így az autósoknak nem kell fölösleges köröket megtenniük a belvárosban. A környezetkímélő rendszer kialakítását már az előző városvezetés idején elindították. Ez a Percel Miklós utca Pécsen. Naponta több száz autó halad itt át, hogy parkolóhelyet találjon magának, sokszor feleslegesen. Ezt az átmenő forgalmat szeretnék már évek óta lecsökkenteni a pécsi belvárosban. Egyetértenek a mostani rendszer kialakításával, mondja az ÖPK-DNP pécsi frakció vezetője. Támogatjuk, tehát hogy említettem is, mi egy 10 éves programot most már magunk mögött tudhatunk. Ennek a része ez a projekt is, hiszen erre a forrásokat a LIFE program keretében nyert el a város 17-18 magasságában, tehát még az előző városvezetés pályázta meg és nyert el a forrást. Most a felfestett parkolóhelyekre tesznek ki olyan érzékelőket, amelyek jelzik, hány hely van még üresen és hol egy-egy belvárosi utcában. Ettől azt reméljük, hogy az átmenő forgalom kevesebb lesz ezeken a helyeken, illetve ez most már azzal is bővült ugye az új városvezetésnél, hogy a Centrum parkolóba és a Cinderi közben is a meglévő parkolót is hát ilyen módon korszerűsítik, hogy akkor a szenzorokat elhelyezik. Bár igazán értelme annak van, hogy a történelmi belváros utcáiba ne hajtsanak be fölöslegesen. Első körben itt a Centrum parkolóban és a Cinderi utcában kezdik a rendszer kiépítését ezen a héten. Áprilisban pedig a történelmi belváros utcáiban folytatják. A parkolóhelyek foglaltságát egy telefonos applikáción keresztül nézhetik meg az autósok. Így nem kell felesleges köröket menniük a belvárosban. Ezzel csökken a terület környezetszennyezése. Milyen volt az élet a reformkorban Magyarországon? Milyen művészeti, kulturális teljesítmények jellemezték ezt a két évtizedes időszakot? Többek között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ azok, akik részt vesznek a Baranya megyében is megalakuló Petőfi klubok életében. A szabadságharc költője 1823. január 1-én született. Ezt ünnepeljük már 2022-ben, majd fordulunk 2023-ra a Petőfi 200 ünnepség sorozattal országosan. A bicentenáriumi események fontos része a hazai és határon túli Petőfi klubok megalapítása. Európa csendes, újra csendes, ezúttal a forradalmai. Petőfi Sándor versét olvassa a Siklós Igorai Miklós Technikum és Szakképzőiskola tanára. Ünnepi műsort adtak március 15-én a diákokkal együtt, így csatlakozva a Petőfi 200 emlékévhez. Siklós város képviselőtestület, illetve alpolgármester úr keresett meg minket ezzel a lehetőséggel, hogy csatlakozhatnánk a Petőfi 200 programsorozathoz. Megbeszéltük kollégáinkmal, és mivel egy nagyon hasznos kezdeményezésnek gondoljuk, ezért örömmel vállaltuk, hogy itt a siklósi rendezvényen egy rövid műsort adjunk a tanulóinkkal, illetve a kollégáimmal. Petőfi verses kötet, illetve a reformkorról szóló könyvek a csomagban, ezt adta át a térség országgyűlési képviselője a város polgármesterének. Ezzel indul el Siklóson a Petőfi klub megalapítása. Az emlékév eseményeihez kapcsolódóan országszerte ilyen közösségi bázisokat hoznak létre. A Petőfi klubokban kétféle programmal találkozhatnak az érdeklődők. Országos működési területű, országosan ismert közművelődési kultúrá intézmények, lásd Filharmónia, Magyar Írók Szövetsége, Déri Népprogram ad egy produkciót, küld el egy produkciót az adott településre, vagy pedig a másik lehetőség, amikor a helyi közösségnek meglévő vagy rendezvényei, vagy klubtevékenysége lesz azon a héten Petőfi klubként nevesítve, vagy mutatják be a tevékenységüket a klubnak a tagjai számára. 47-en át napi rendszerességgel tartanak eseményeket 2023-ban. 2022 a felvezető év, hiszen 1823. január 1-én született a szabadságharc költője. Ezért döntöttek a két éves ünnep mellett. Az országban 88, a határon túlról 12 településen alakul Petőfi klub. Baranya megyében Siklós, Villány, Sásd, Szászvár ad otthont a kluboknak. Idén is május 20-áig van lehetőség az adó 1+1%-ának felajánlására, tájékoztatott a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy ezúttal is civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az adózók.
A szakember hangsúlyozta, hogy az adó visszatérítés összege nem csökkenti az 1+1%-os felajánlások alapját képező összeget. A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1%-át. Az SZIA 1+1%-áról idén is május 20-áig lehet rendelkezni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az adóbevallás webes felületének kezdő oldalán is feltünteti a rendelkezési lehetőséget, hogy minél többen és a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Meg lehet tenni ezt a felajánlást, tehát elektronikus felületen, ettől függetlenül meg lehet tenni papíralapon is, ezt a papíralapú felajánlást, ezt postán lehet eljuttatni hozzánk, vagy pedig bármelyik ügyfélszolgálaton személyesen is le lehet adni. A lényeg az, hogy mindenki rendelkezzen erről az 1+1%-ról. Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat. Az adóhivatal honlapján egyébként valamennyi kedvezményezet megtalálható. A vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozatban nem jelöl meg egy másik kedvezményezettet. A civil szervezetek számára továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. Idén is jön még az a lehetőség, hogy aki rendelkezni szeretne, az a munkahelyén le tudja adni ezt a rendelkezést egy zárt borítékba, a ragasztási felületen pedig saját kezűleg alá kell írni. Hogyha így dönt az adózó, akkor május 10-ig le kell adni a munkahelyen ezt a rendelkező nyilatkozatot, a munkahely pedig május 20-ig fogja a hivatalhoz eljutatni. Az SZIA 1+1% felajánlható abban az esetben is, ha az adózó adóvisszatérítésben részesült. A visszatérítés összege ugyanis nem csökkenti az 1%-os felajánlások alapját képező összeget. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Paks 2 beruházás, Süli János tartott előadást a térség polgármestereinek Tengelicen. Korszerűsítés Bonyhádon, 175 új nyílászárót kapott a Szent Erzsébet szociális otthon. Megújult a Szőlőhegyi városrész, játszóteret és kerékpáros pihenőt épített az önkormányzat Szekszárdon. Németkéri tolvaj, több házhoz is bement, egy alkalommal sem távozott üres kézzel a férfi. Péntek reggel fagypont körüli foltokban fagyos lesz az idő. Napközben szakadozottan felhős és változóan a napos időszakok váltakoznak. Estére nagyrészt lecsökken a felhőzet, éjszaka zömmel csillagfényes, vékonyabban felhőségbolt várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!